Tollrajzok, grafikák, festmények, vegyes technikájú képek és tűzrománcok is kerültek a Városi Galéria emeleti kiállító termeinek falaira. A három képzőművészt régi barátság köti össze. Közös művésztelepek Beregfürdőn, Sárándon és Nátudvaron. De még hallgató és mesterviszony is említhető Ritók Nóra és H. Németh Katalin között. A másfél éves bezártság után együtt jelentek meg a közönség előtt, bemutatták új kísérleteik és témáik, vagy a régi kedvelt technikák alkotásait. Egy kivételével valamennyi új kép, amelyek közelmúltba készült, úgy beleszámítva a Covid-járványt is, amin én átestem, elég jól meggyötört, és egyéb más családi tragédiák, a férjem elvesztése, ezek azért megviseltek és kiüresítettek. Mégis azért próbáltam gondolkozni abban, hogy most már évelején bejelentettem ezt a kiállítást, közben jöttek ezek a dolgok, és hogy azért újat hozzak az embereknek. Talán éhes már a közönség a rendezvényekre, a kiállításokra, de félnek még az emberek a nyilvánosságtól, vélekedett a grafikus művész. A csíkszeredai festőművész Kolozsvárról érkezett és telepedett le Debrecenben. Európa számos országában, de még Japánban és Amerikában is megfordult kiállításon. Tűzománcot is hozott Nyíregyházára, mely ugyanúgy része alkotói időszakának, hiszen az akvarell, az olaj és az akril épp úgy jelen van műtermében, mint a vörös réz. Ezek a képek egy általam kitalált technikával készültek, mert azelőtt én akvareleztem. Na most az akvarell az egy gyors meló, nagyon gyorsan kell csinálni, még mielőtt megszáradna a felület. Nem lehet úgy elmélyedni benne, inkább a felületi hatásokat tudunk elérni, elsősorban tájképeket, portrékat festettem. És akkor ezután, miután igényem volt arra, hogy valami mélyebb gondolatot, érzelmet fejezek ki, elkezdtem kísérletezni ezzel a fajta technikával, ami abból áll, hogy több réteg akvarellpapír egymásra kasírozza, úgyhogy egy ilyen kartonszerű vastagságú lesz, és akkor ezt festettem, aztán különböző minőségű, vékonyabb papír réteget ragasztottam fel, hol gyűrve, hol simán. Ezek nagyon érdekes faktúrákat hoztak létre, és miután ezt kitaláltam, akkor már elkezdtem úgy gondolkozni, na lássam, ebből mit tudok, hogy mondjam, felhasználni a mondani valónak megfelelően. Ritók Nóra a tanítvány, pedagógus, az Igaz Gyöngy Alapítvány alapítója és művészeti iskolájának vezetője. A gyerekszegénység és a mély szegénység ellen dolgozik, az esélyteremtés. Az esélyteremtés valamennyi elérhető eszközével. Rajzait személyisége lenyomatának véri. Feszes, fegyelmezett, ugyanakkor romantikus képek a rendteremtés szándékával. Épp a múlt héten volt nálam az egyik egyetemről egy tanárnő, és azt mondta, hogy olyat már látott, hogy egy szociális modell mellé művészetet társítanak, de olyat, hogy a művészetből lesz szociális modell, olyat még nem. Hát nálam így alakult. Nyilván szükségem van rá, azon túl, hogy nyilván ebből indult ki az egész munkám. Azt kell, hogy mondjam, hogy inkább ventilálásnak érzem az életemben. Tehát az a sok nehézség, ami ebben a munkában van, azt valahogy fel kell dolgozni, újra fel kell építeni, szinte naponta az ember lelkét, az embernek magát, és nekem ehhez jó eszköz a művészet, és nyilván a család, ez a két dolog az, ami engem a kiégéstől megvéd. Az alkotás része lett az életemnek, ezt nem lehet abba hagyni, szólt a jövőről a művész. A Hárman című kiállítás október 30-áig várja a látogatókat a Városi Galériában.